A Jobbik nem támogatja Ukrajna NATO tagságát. Az ellenzéki párt szerint egy újabb konfliktus Ukrajna NATO tagsága miatt automatikusan belerángatná Magyarországot egy háborúba. A Jobbik szerint ezért ellentétes a magyar érdekekkel Orbán Viktor döntése, hogy támogatta Ukrajna Észak-Atlanti Szövetséghez történő csatlakozásának szándékát. Ezzel a témával folytatjuk. Vendégem Sasz Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, a Jobbik országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok! Egy hete volt egy elnökségi ülésük Záhonyban. Miért pont ott tartottak egy kihelyezett értekezletet? Jobbik értékelte a választásokon elért eredményét, ennek alapján ezt be kellett látnunk, hogy rendkívül rosszul szerepeltünk. Ennek az okait és hibáit igyekeztünk felderíteni. Jelen például azt tudom, arról tudok beszámolni, hogy a Jobbik vezetősége rendet tett magába, rendet tesz a Jobbikba is, és egy olyan politikát fog folytatni, ami a magyar emberek érdekeinek kérlehetetlen érvényesítését célozza meg, és ennek az egyik része volt az, hogy talán a egyik legfontosabb és legsúlyosabb probléma, ami Magyarországot ma sújtja, az orosz-ukrán háború, ennek a záhonyi régióba történő lecsapódását megismerjük. Mire vezettek egyébként vissza a kudarcokait? Hát számtalan ilyen probléma volt, ami a Jobbik jelhibázott. Én azt gondolom, hogy a választók megérezték azt a fajta káoszt, ami a Jobbikba uralkodott. Szerintem talán ezt a lehetőséget is érdemes megragadni, hogy azoktól a választóktól és azoktól a taktársaktól, akikkel részben csalódtak bennünk, részben pedig nemtelenül bántunk el taktársakkal korábban, azoktól ezúton is bocsánatot kérjünk, és igyekezzünk a tetteinkkel kijavítani a hibánkat, és úgy politizálni, hogy minden jobb támogatást tudjunk kapni. Merre fog indulni a Jobbik a következő időszakban? Ugye 2026-ig még sok idő van, lehet építkezni. Hát a jelen pillanatban azt kell látnunk, hogy szerte a világban, és így Magyarországon is egy nagyon, mondhatjuk azt, hogy a veszélyek korát éljük. Ha azt nézzük, az elmúlt időszakban az illegális migráció komoly veszélyet jelentett a magyar emberekre, de egyébként Európára is, vagy akár a egész világra. Voltak ugye a virágjárványok, terrorcselekmények, most már ugye új szintet lépett ez, hiszen ugye megjelentek a politikai merényletek is Európában és a világon is, és ugye itt vannak a háborús helyzetek, itt van az a fajta orosz-ukrán konfliktus, amelynek súlyos következményei vannak Magyarországra nézve is. Jelen pillanatban senki nem tudja megmondani, hogy pontosan milyen vége lesz és mikor lesz vége ennek a fegyveres konfliktusnak, de egy biztos, hogy ez egy olyan szörnyű, tragikus helyzet, amivel világpolitikai szinten kezdeni kell valamit, illetve ami minket a legjobban érdekel, hogy például Magyarországnak az ezzel kapcsolatban az előbb felsorolt körülményeknek milyen hatását gyakorolnak a magyar emberekre, és erre milyen megoldási javaslatokat tudunk majd kidolgozni. Szülés után kiadtak egy közleményt, amelynek egyik legsúlyosabb része az volt, hogy nem támogatják Ukrajna NATO csatlakozását. Miért nem értenek ezzel egyet? A Jobbik frakció parlamentben már a tavaszi ülések során is az Európai Uniós csatlakozás megkezdését sem támogatta, mert az volt az álláspontunk, hogyha egy közösséghez akarunk tartozni, és ez teljesen mindegy, hogy melyik országról van szó, akkor a feltételeket teljesíteni kell. Az Európai Uniós csatlakozás feltételeit sem láttuk volna, hogy megvalósuljon, hiszen ugye Ukrajnában egy háborús helyzet van, tehát a gazdaság a romokba, tehát egyszerűen nem is értem, hogy miről tudunk tárgyalni. A NATO vonatkozásában pedig ugye az a döntés született a NATO csúcson most, hogy a háborút követően minden körülmények között fölveszik NATO-ba Ukrajnát. Én nem látjuk ezeket a körülményeket. Nem tudjuk, hogy mikor lesz vége a háborúnak. Nem tudjuk, hogy milyen politikai, gazdasági berendezkedési lesz. Ki lesz az elnöke? Hol lesznek a határa Ukrajnának? Tehát teljesen bizonytalannak látjuk ezt a helyzetet. Így azt a döntést meghozni ma, hogy akár egy kötelező érvényű felvételről dönteni, ezt felelőtlennek tartjuk, akkor lehet erről dönteni, hogyha a fegyveres konfliktusnak vége, a nemzetközi határok helyreálltak, és akkor lehet egy csatlakozási szándékot elbírálva dönteni arról, hogy fölvesszük-e, igen vagy nem. Milyen következményekkel járna egyébként akár egy EU-s, akár egy NATO tagság? Hát jelen pillanatban tekintettel arra, hogy ugye a Ukrajna területén harcok folynak, ugye az orosz csapatok ukrán területen vannak, gyakorlatilag egy mostani felvétel, amire őként hál' Istennek szó sincsen, ez azonnal egy fegyveres konfliktust jelentene Magyarország számára, és hiszen, hogy a NATO tagállamok vagyunk. Egyébként itt azért szeretném megjegyezni, hogy a NATO-n belül is nagyon megoszlanak az álláspontok. Láthatjuk, hogy talán a balti államok, illetve Lengyelországnak az álláspontja van az, ami talán a legerősebb dolgokat fogalmaz meg. Ugye a lengyelek már odáig mentek, hogy azt is meglebegtették egy kétoldalú védelmi szerződés megkötését követően a napokban, hogy az ukrán légterbe
lelövik az ő légvédelmi eszközelékkel ott csapást mérő orosz rakétákat, amire ugye még Jens Stoltenberg, a NATO főtitkár is azt mondta, hogy azért ezt semmiképpen ne csinálják, mert ez egy olyan közvetlen beavatkozás, amely egyértelműen olyan választépéseket fog kiváltani Oroszország részéről, ami egy súlyos háborús következményekkel járhat. Kidolgoztak egy intézkedéscsomagot is itt a magyar emberek védelmében. Ez több pontból áll. Mire helyezik ebben a hangsúlyt? Mik azok a fő vonalak, amelyek mentén a jövőben politizálni kíván a Jobbik? Gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kapcsán és azokra a veszélyek kapcsán dolgoztuk ki ezeket a javaslatainkat. Ezek elsősorban ugye polgárvédelmi javaslatok lesznek, tehát a magyar embereknek a biztonsága, tehát a mindennapi életnek a biztonsága, illetőleg a határvédelemmel kapcsolatos kérdések, gazdaságvédelem, különösen vagy kifejezetten a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban fogunk javaslatokat tenni, és az egészségügynek a felkészítése ezekre az általánosságban és hosszú távon előre vezető veszélyeknek az elhárítására irányul. Ez a gyakorlatban törvényjavaslatokat jelent? Ez gyakorlatban az fogja jelenteni, hogy ezeket programpontokat ismertetni fogjuk. Ugye azt is hozzá kell tenni, hogy már hogy most meg is tettük Zámonyba, kimegyünk az emberek közé, ismét visszatérünk oda politizálni az emberek mindennapi problémáit megismerve, ismertetjük a programpontjainkat, és adott esetekben igen, törvényjavaslatokat is fog jelenteni. Sarr Zoltánnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm szépen.